A megyei tanácsos azt is elmondta, hogy havi rendszerességgel szerveznének ezentúl gazdatalálkozót, amelyen ellátnák a résztvevőket az aktuális hasznos információkkal. Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke hozzáfűzte, hogy a kis haszonállatok tartásáról szóló program ötletgazdája Csilip Árpád, a hivatal fiatal munkatársa. Az ülésen egyébként megszavazták azt a határozatot, amely jóvá hagyja, hogy Hargita megye tanácsa befizesse a Vidékfejlesztési Egyesület emelt tagdíját, mivel az Agrárkamara átszervezése miatt a fejlesztési ügynökség mellett az egyesület vett át számos programot. A 46 önkormányzat, amely tagja az egyesületnek, egy lakos után a korábbi egy lej helyett ezután egy lej 50 van itt fizet be. A Székelyudvarhelyi Inkubátorházat a Hargita Business Centert működtető önkormányzati fejlesztési társulás számára befizetendő tagdíj kapcsán is szavaztak, felhatalmazva a megyei tanács képviselőit az idei évi tagdíj 244 ezer lej ügyében. Borboly Csaba elmondta, hogy Csíkszereda és Gyergyószentmiklós felé is kiterjesztenék a fiatal vállalkozók így módon történő támogatását, a tagdíj ezt is tartalmazza, és Gyergyóban már elkezdődött a folyamat az inkubátorház létrehozására. Jóvá hagyták a Gyilkostó és környéke fejlesztése céljából Gyergyószentmiklós önkormányzatával létrehozandó fejlesztési társulásra vonatkozó határozatot is. Elfogadták két új hegyi mentőbázis, a Tusnádfürdői és Borszéki megvalósíthatósági tanulmányát. Fekete Ős a megyei tanács alintézményeként működő, Hargita megye hegyi és barlangi mentő közszolgálatának vezetője elmondta, csapataik eléggé nehezen jutnak el ezekre a településekre, ezért szükséges helyi egységek létrehozása. Mindkét településen sípálya működik, és nőtt a balesetek száma, indokolta az új központok szükségességét. Közölte azt is, hogy a megyében több mint 30 sípálya működik, ami az országban a legtöbbnek számít, és az elmúlt télen több mint 200 balesethez kellett sietniük a hegyi mentőknek. Fogadtuk vendégként itt a tanácsülésen a Megyei Mozgássérültek Egyesületének a vezetőségét, és hisszük azt, hogy megtaláljuk a jogi formát, hogy tudjunk társulni, hogy a megyei mozgássérült központot tudják felépíteni, hisz már az alapkötletételre sor került. Ugyancsak egy nagyon fontos döntést hoztunk ma Szentegyháza város irányában, de nem Szentegyháza város, hanem a teljes Hargita hegység projektben résztvevő települések tekintetében, hogy a Szentegyházáról a Madarasi Hargita felé vezető útnak a feljavításában részt veszünk, társulunk, és együtt szeretnénk ezt megépíteni. De ha már a turizmusnál vagyunk, akkor uniós pályázatra fogadtunk el dokumentációkat, építünk hegyi mentőközpontot Borszéken, Tusnádföldön, illetve a három további, a Gyilkostói, a Madarasi Hargitai és a Maros-Hévízi központunkat felújítsuk, a hegyi mentőközpontunkat. Ugyanakkor ma elfogadtuk azt a dokumentációt, amit már rég vártunk, műszaki-gazdasági dokumentációt, hogy a Kobátfalva, Tarcsafalva, Tordátfalva, Firtos Martonos útra tudjuk elindítani a közbeszerzést, a megépítésre, sikerült lenyomjuk az árat arra a szintre, ami mentén érdemes beruházni. Két elvi döntést is hoztak a tanácsosok. Az egyik egy nyílt felkérés a közlekedési miniszterhez, hogy szánjon forrást az országutak Hargita megyei szakaszainak javítására, mivel jelentős számú lakossági panasz érkezett a megye elnökhöz. Borboly Csaba elmondta, meghallgatást kér az ügyben a tárcavezetőtől, és meghívja a megyébe egy kihelyezett munkaülésre, hogy a helyszínen győződjön meg a problémákról. A megyei tanács elnöke közösségi oldalán konzultációt is indított ennek kapcsán.